Mit szólsz ahhoz, hogy jelölted magadat és meg is kaptad a díjat? Ez mit szólnál? Bárki jelölhette magát, mert ez ilyen volt, ez a napi díjról van szó ugyanis. És a napi díjnak ez az volt a lényege, hogy teljesen értelmetlen egy vicc. Ugyanis se az egóra nem játszik, bár lehet, hogy van, akinek az egóra játszik, akinek olyan az egóra. Semmi másra, tulajdonképpen csak egy ilyen humoreszk, ami az, ahogy elviccelődünk a díjon. Nekem van ilyen munkám egyébként, így a kicsit drámai bennél, ez inkább nincs humor. És hogy, hát ugye a kérdésre válaszoljak, tulajdonképpen ez egy mechanizmus volt, ahogy én onnan, máshonnan láttam, hogy egy csomó ember különböző időpontokat adott meg, és akkor az idő haladt előre, úgy került meg sorra a játékokkal. És akkor automatikusan megkapták. Tehát ebben a vonatkozásában tulajdonképpen, még ha most, hogy itt kérdeztek, még asszociálhatunk arra is, hogyha én most elértem azt az időt, amikor díjra vagyok alkalmas, akkor megkapom a díjat. Hát lehet, hogy akármilyen Kossuth díj vagy bármilyen díj, mármint a társadalom egyéb részeiben. És te, hogy mit csinálsz, hogy jót vagy rosszat, vagy hülye vagyok, vagy seggfej, vagy seri, vagy bármi, az nem számít, csak az számít, hogy most elértem egy időpontot, és akkor jár nekem a díj. Tehát én azért nem akartam a 70 éves szülinapomat megünnepelni, pont ezért, mert akkor jönnek, hogy akkor milyen díjat hagyanak nekem. Hát egy szar, semmi. Ez a legjobb, amit most kaptam, mert ez legalább semmit nem jelent. Vagyis, hogy a humor. Tehát a legtöbbet jelent, hiszen te magad tudtad megítélni, hogy alkalmas vagy-e, méltó vagy-e erre a díjra, és pont arra az egy napra szól, amikor a születésnapod van. Hát megadhattam volna másnapot is, de nem jutott eszembe más. De milyen napot adjak meg? Ha egy napot kell megadni, akkor te mit adsz meg? Ha kérdeznek tőled egy nevet, akkor milyen nevet mondasz a saját tudatnál? Hogy mondja a világegyetemről valamit, bármi, az mind csak azt tudod mondani, amely hozzád legközelebb áll. A neved, születésnapod, anyukát kérdez, vagy nem tudom, szóval bármire rákérdeznek, akkor te csak azt tudod mondani, ha egyet szabad mondani csak, akkor az, ami hozzád legközelebb áll. Mert ilyenek a galaxisok, hogy van az informátor, és körülötte van az információ galaxis. És akkor bárhonnan közelítik meg, akkor az villan fel. És ki tudnál emelni a munkásságodból hármat, amiért ezt a díjat megítélted, vagy más is? Hármat? Hát de csak háromra vagyok kíváncsi, mert tudom, hogy a trikolorral foglalkozom. De ezt a trikolor az engem azért érdekel, mert magyar vagyok. És ugye nem akármilyen trikolor érdekel, hanem a magyar trikolor érdekel, de van a franciában, az nagyon sok trikolor van. Nálunk a piros-fehér-zöld az a mi trikolorunk, és én ezzel sokat foglalkoztam, mert ez egy hozzánk tartozó. Tehát ez olyan, mint a szellemünkben. Vagy mondj egy trikolorát, melyik trikolorát mondod, a magyar, vagy mondj egy államelnököt, hát melyiket mondok, a magyar, a képen van, nem? Tehát mindig az történik, ami legközelebb van a történéshez, vagyis a kívánságokhoz. Mindig az történik. És olyan, mint a véletlen lenne, de nem véletlen. Na visszatérve a kérdésre, a trikolor. Hát a trikolor az azért érdekes, mert én a pártállami időkben, ugye mindannyian, akik még néhányan még akkor gyerekeskedtünk,
akkor úgy tudtuk, hogy Magyarország barátja a Nagy Szovjetunió, és hogy mi ilyen nagy testvéri közösségben élünk. És akkor hát ez nagyon boldogító lett volna, vagy lett volna, de nem volt, ezt csak mondták. És akkor én próbáltam megérteni, hogy akkor mégiscsak, de jó lenne, ha úgy volna, ahogy mondják. És valahogy jó, mindegy, akkor tesztelünk egyet. 1984-ben csináltam egy kiállítást, Magyarország tér lehet, és nemzetközi Magyarország a kettős színe volt, teszt szerűen, amit felhívásként elküldtem az egész világra a színistámra, és akkor arra érkeztek anyagok is. Na most ezt nagyon rossz néven vette az egy pár rendszerű hatalom, ugye, és hogy annak a képviselő. Mert hogy, hát ugye a természetből következik, hogy nem gondolhatok más, csak amit ő gondolnak. Na, szóval nem akarom nagyon részletezni. Lényeg az, hogy akkor úgy beleestem ebbe úgynevezett identitás kérdésbe, hogy akkor én most ki vagyok. Ezt magammal is eljátszottam, de hogy én nem úgy magammal, hanem úgy, mint mondjuk társadalmasodott magammal. Tehát én, mint egy magyar magam, az mi kell. És akkor ehhez jön be a Magyarország projekt, és azok a visszajelzések, amik abból bejöttek külföldről és Magyarországról. Ez nagyon jó volt, és akkor találtam ki erre a projektre azt a elnevezést magamnak, hogy Átmúl Művészetkutató Központ. Akkor találtam ki, 1984-re. És akkor elfelejtettem, és akkor mikor már itt elmúlt az egész diktatúra, akkor utána eszembe jutott, hogy akkor el kéne nevezzük magunkat valahogyan, visszajelzével. És nem jutott eszembe, hogy nevezhetnénk el magunkat. Tört a fejem, hogy hogy a fenében nevezhetnénk el magunkat. Nagy nehezen megint eszembe jutott, de elfelejtettem, hogy ez már egyszer eszembe jutott. És akkor megtaláltam, amikor előkerültek a 3x3-as iratok, és akkor újra foglalkoztam ezzel a kérdéskörrel, Magyarország kérdéskörrel, és akkor látok, hogy ott van az egyik munkámra rá van írva, hogy Átmúl Művészetkutató Központ 1984-ben. Na mondom, micsoda ember emlékezetes, hogy elfelejti, amit gondol. Na most ez, most már eltértem a témától, szerintem elég jó. Nem, mert ezért díjat érdemes szerintem. Ilyen hosszan nyilatkozni, most egy nem lehet. Köszönöm szépen. Jó légy születésnek. Isten értesen. Isten értesen. Mit hozzál? Egy eszperantó. Ó, az nagyon jó. Köszönjük a kört. Jó. Nagyon jó. Köszönöm az interjút. Mi köszönöm.